Wagner. Középen Bajewski kérné a labdát, Wagner ballal ellövi. Vég azonban védi. Ufír. Csóbuminak kell figyelni, hogy lesre fusson. Vonalban volt a védőkkel, tehát nem volt Les Bukmiré. Csóbumi visszakapja, ügyessel, gólhelyzet, óriásit védett vég. De még mindig ott van a labda, Wagner. Lipcsei kezeli le, elpattant egy picit tőle, tehát egyből nem tudott lőni, ott már birkózni kell, és nagyon-nagyon sokan tömörülnek középen. Közben nézzük meg még egyszer, Csóbumi zseniális csele, és vég nem kevésbé zseniális védése. Gepes, el is indulhat, akár Bukmir is fut. Gepes inkább Bukmirt választja, nem pedig önmagát. Jól bejátszott abda középe, Wagner előtt elmegy, érkezik még Tőzsér. Óriási lövés, de oldalálló. Úgy, hogy hozzáért még a kapus, még szöglet. Ambulics. Kanta kapja a labdát, Szűcs kint a kapujából, és már mellette elgurította akkor, amikor Gyepes végül is kirúgja a labdát az oldalvonalon túlra. Pengsa, gyönyörű volt két ember között. Még a beadás is jó, fölé megy azonban a fejes. Óriási helyzet maradt ki. Bodis, Lipcsei. Tőzsér. Ügyes keresztbe mozgás Sasutól. Sasu élesen a kapu elé. Vég lyukat rúgott, vagy legalábbis nem találta rendesen a labdát. Pengsa, puszti, és most van benne a labda hálóban. Nem adja meg a játékvezető. De megadja a játékvezető. Sasu belövi a labdát. Itt vég nem találja rendesen. Ide-oda pattog. Pustihoz kerül, és aztán Bajewski teszi fel az íra a pontot. Jezdimirovics. Balog kapja meg. Otis mellett viszi el. Balog még mindig. Lövőhelyzet. Welton Silva. Elesik. Boli lőheti el a labdát. 1-1! Mintha zsinóron húzták volna. Szinte suhant a fű alatt a labda, és a csereként beállt Bori góljával villámgyorsan egyenlít az MTK. Nagyon nem is volt kiörülni magát ideje a Ferencvárosnak. Azonnal válaszol az MTK. Illés felé megy a labda. Lakács fejelte ki. Balog kéri vissza, azonban inkább előre. Nincsen les, Bori, meg lesz a duplázás, megvan, 2-1 az MTK javára. Teljes rövid zárlat a Ferencváros védekezésében. Ugyanaz, mint a gól esetében, Borin nincsen ember, ott marad üresen, és a játékvezető megadja a gólt. Hát, nincs vonalban a kamera igazából. Én azt mondom, hogy nem foglalnék ez esetben állást. Lipcsei ugrik felfejelni. Egy taktikai szabálytalanság, nem véletlenül, mert Welton Silva kiugorhatott volna, és itt akár el is törlet a mérkőzés. Meccslabda, gyönyörű megoldás volt. Gyönyörű megoldás volt, és a gólszerző Pollák Zoltán. 3-1. Gyorsan elvégzett szabadrúgás és tökéletes helyzetfelismerés és kivitelezés. Alá pörget a labdának Pollák Zoltán, és átemeli így aztán Szűcs kapus fölött.